Még énekelnek egyet ebéd előtt a mérki ovisok. Új megszépült környezetben kezdhették el néhány napja az új nevelési évet. Tavaly nyár óta jelentős átalakuláson ment át az intézmény. Megújultak a csoportszobák, új szigetelés, padlót, ablakokat és világító testeket kapott az épület. Felújították a tetőt, és a tornaszoba is új köntösbe öltözött. Szebbé teszi mindennapjaikat és segíti a munkánkat. Eleve esztétikusabb lett az intézményünk, és ugye nekünk az a célunk, hogy biztosítsuk a gyerekeknek az esztétikai érzékfejlesztéshez az, hogy szeretetteljes, derűs és nyugodt légkört biztosítsunk. A nagy csoportosok adtak műsort a megújult Szivárvány óvoda péntek délelőtti átadóján. Az épület korszerűsítésére még 2019-ben pályázott az önkormányzat, végül 29 millió forintot nyertek el rá. A település óvodájába és iskolájába több tucatnyian járnak, de lenne még hely további gyerekek számára. Jelenleg, mivel társ községünk van, Tibor szállás, illetve a szomszéd községünk, ami egyben van épülve, Mérk és Vállaj, a lakosság megoszlik. Van, aki elhordja tőlünk, van, aki onnan hordja át gyermekeket az óvodákba, iskolákba. Az iskolában jelenleg 75 gyerek tanul, az óvodánkban 25 pici gyerekünk van elhelyezve, úgyhogy jelenleg a kihasználás az egy ilyen 50-60%-on működik a korábbi évekhez képest. A választókerület 31 településén az elmúlt években közel 200 oktatási nevelési intézmény újult meg vagy bővült, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. Itt nyilván a nagy iskolák viszik az összeg jó részét, azonban sok kis iskolánk újult meg, és az választókerületünkben közel 100 óvoda. És szeretném hozzátenni, hogy elkezdődött a bölcsőde építési program is a választókerületünkben, úgyhogy nagyon remélem, hogy ide Mérkre is el fog ez jutni. Nem messze az óvodától egy 11 eszközből álló új játszóteret is átadtak Mérken, ez több mint 4,5 millió forintból készült el. A településen a következő hetekben két útszakasz felújítására, illetve építésére kerül sor. Emellett terven van az iskola és a művelődési ház energetikai korszerűsítése, valamint egy filagúria kialakítása is a jövőben.